Kora nyári időben és festői környezetben gyűltek össze a város nyugdíjasai. Az idősek majálisán zenés-táncos produkcióval szórakoztatták az érdeklődőket. A rendezvényen Dénes Sándor, Nagykanizsa polgármestere hangsúlyozta, hogy a városi és a környékbeli idősügyi klubok aktivitása országos szinten is kiemelkedő. Azok a programok, amelyeket az idősügyi tanács szervez az év során, annak egy nagyon fontos része ez a mai májusi majális. Mindezek alapján mondhatom én azt, hogy amikor az elmúlt esztendőben Nagykanizsa megyejogú városa idősbarát önkormányzat díjat kapott, akkor az nem volt véletlen. Fele lassan megkirul, és akkor utána megfordítom. Már kora reggeltől incsiklandozó illatok terjengtek a csónakázótó melletti zöld tábor körül, hiszen idén is megrendezték a hagyományos főzőversenyt. A bajcsai klub tagjai évek óta megmérettetik magukat, többször el is hódították már a Nagykanizsa legjobb szenior szakácsa címet. Takács Jánosné volt az első, aki arany díjat kapott. Tavaly ugyancsak Farkas Jánosné szerepelt, mint hát vezetőként. Ugyancsak arany díjat kaptak, és hát most meg én engem neveztek, kértek meg, hogy szerepeljek itten. Húsos, a rotobágyi húsos palacsintával fogunk versenyezni. Az idősügyi klubok aktív hozzáállásának köszönhetően minden eddig itt felülmúlt a mai rendezvény látogatottsága. Eredményes szervezés és az elmúlt évek sikeres rendezvényei révén is minden korábbit felülmúlóan több mint 580-an jelezték előzetesen részvételüket, tehát míg korábban 450-500 fős volt itt a rendezvényen résztvevő idősügyi klubok száma, most megközelíti a résztvevők száma 600-at. A rendezvény közös ebéddel és énekléssel ért véget.